Most hiszen akkor menjünk egy Gergőhöz, jó? A kanapéra. Szia Gergő! Üdvözlünk! Sziasztok! Köszönjük, hogy ennyire ide tudtad. Mi ez a lazaság? Vizes nem, de gyerünk be a vízbe! Tegnap tényleg annyira jó idő volt, hogy igazából Réka bikiniben, én pedig fürdőnadrágban fogadtuk a nézőket, de hát ma azért egy picit hűvösebb az idő. Ugye te szaladtál hozzánk. Mi volt ennek az oka? Hát egy másik televíziós csatornán volt szereplésem, ez egy ilyen nap lett ma. És a forgalom nem olyan volt a kukás autókkal és a költözködőkkel, hogy olyan könnyen ide érhettem volna. Viszont beszélj arról háromszoros olimpiai bajnokként, háromszoros apukaként, hogy neked milyen érzés, hogy Magyarországon van a vizes VB, és mi az, amire te mondjuk szívesen kilátogatsz a családdal? Ez fantasztikus dolog. Nekem be kellett áldoznom a kis egyesületemet, a Modern Sport Akadémiát, itt volt a nyári táborunk még tavaly, de most kicsit nagyobb célokért átalakult a környék, és boldog vagyok, hogy a két lányom, akik vízilabdáznak, a nagyok, a kicsi még 9 hónapos, ők élvezik a versenyeket, és azért is boldog vagyok, hogy most itt alig lehet bejutni már reggel, ilyen időben is az aréna környékére, hiszen annyi néző szeretné látni a selejtezőket úszásban. Vízilabdában már nagyon régóta nincsenek jegyek, nem lehet kapni jegyeket, tehát a magyart érdekli a vízilabda, érdekli az úszás, szereti a vizes sportokat, és nagyon sok külföldi is jött. Ez egy fantasztikus dolog, hogy nagyon boldog vagyok. Üröm az örömben, hogy tegnap a lányok sajnos nem jutottak be a legjobb négybe Kanada ellen, és ezért nagyon fáj a szívem, mert szuper kis csapatunk van, és megérdemelték volna. Mi lehetett ennek az oka, hogy egy picit szakmázunk? Igen, hát szakmailag az volt a fő oka, hogy a kanadaiaknak van egy görög edzője, és a görögök nagyon nagy stratégák. Egy olyan védekezést csináltak, ami ellen a magyarok sokat lőttek kapura, nem tudtak igazi jó helyzeteket kialakítani sokat, és ezért gyenge volt a lövő százalék, pedig szuper lövőink vannak, nagyon jó játékosok, de itt most sajnos besültek a puskák, és nem sikerült csak 4 gólt lőni. És rólad mit tudható, hogy te milyen szurkoló vagy? Igazi olyan, aki feláll és ordít, vagy pedig csendesen konstatálod a helyzetet? Hát én szurkoló 12 után kezdtem lenni, amikor nem voltam már többet válogatott, ugye London után elköszöntem a csapattól, és 13 a VB-t nyertek Benedek Tibor tanítványai, és akkor ütöttem-vertem az asztalt a döntőben. Külföldön voltunk, sok magyarral néztük, aztán lenyugodtam. Úgyhogy most szakmailag értékelem magamban, de már nyugodtabb vagyok sokkal, mint 13-ban. És milyen volt az, amikor a 9 hónapos kislányodat kivitted szurkolni, Oliviet? Egy szuper érzésem, mert volt nagyon sok mérkőzésen, koncerten, szülinapi buliba, úgyhogy bevetjük az életbe, megadjuk neki megfelelő pihenőidőket, és mindent, amit egy babának kell, de azt gondoljuk, hogy nem azért született egy gyermekünk, hogy a lakásban a 4 fal között óvjuk mindentől. Úgyhogy ő élvezi, hogyha ki van pihenve, akkor nézi az arcokat, a szurkolókat, a vizet. Reagál egyébként mindenre? Igen, iszonyatosan. Tehát hangokra, fényekre? Iszonyatosan figyelőse. Harmadik gyerekként is megdöbbenek, hogy mennyire érdeklődő, és mennyire tanulni akar, és reagál az emberek az kifejezésére. Mit tanultál te mondjuk így a 3 gyerekből, mondjuk, hogy megszületett az első, a másik, és most ugye a harmadik Olivia? Mondjuk a pelenkázás már ipari szinten megy, tehát néhány másodperc alatt meg vagyok vele. Azon kívül nyilván a felnőtteknek ez egy feladat, megtanultam bármikor aludni és bármikor fölkelni, tehát vagy hajnal 2, hajnal 4 egymás után, és aztán vissza kell tudni aludni. Én már aludtam a 24 órából bármelyik órában a napon belül, amikor volt rá lehetőségem, így az elmúlt 14 évben. Korábban én szerettem jó nagyokat aludni, de ez átalakult valóban. Viszont annyi örömet kapok, hogy az emberi értékek annyira felértékelődnek, amikor az embernek gyermeke van, hogy ugye a hétköznapi kényelmes életünkben, amikor tévét nézünk, szórakozunk, jobbra-balra járunk, akkor ehhez képest teljesen eltörpülnek ezek a szórakozások. Hogy áll a felkészülés a Masters világbajnokságra? Hát igen, izgalmas, van egyéb tevékenysége mindenkinek, így nekem is, de a Masters-re eldöntöttük tavaly, hogy összejön az olimpiai bajnok csapat, plusz 40-es korosztályba elindulunk augusztus 7-től. Most van egy 3 hetes alapozás, ami azt jelenti, hogy minden nap edzünk. Ez mit jelent? És akkor visszaszálltok ugyanolyan intenzitással, megpróbáltok edzeni, vagy azért ez egy picit ilyen játékosabb, röhögősebb, vagányabb? Úszuk a 100 métereket időre, de kevesebbet, mint régen, lábtempózunk medicilabdával, de kevesebbet, mint régen, edzőmeccsezgetünk, de nyilván rutinból nem lehet szerinted egy Masters VB-n elindulni? Vízilabdában nem lehet. Vízilabdában ugye eleve 1-2 év, mire megtanulsz úszni és lábtempózni a mély vízbe, hogy fönnmaradj egyáltalán, hozzá tudja szólni. Nem próbáltam én is, de elmerültem. Úgyhogy ez egy nehéz sportág nagyon, az alapok fontosak, és a tüdő meg a lábtempó nagyon hamar elmegy, úgyhogy ezeket vissza kell hozni, de ennyi edzésre azért remélhetőleg nagy esélyesei leszünk a plusz 40-es korosztályban a világbajnokságnak. Különben ti tartjátok a kapcsolatot egymással? Igen, hivatalosan is összeköt minket sok minden, hiszen sokan ülnek már irodában,
számítógép mögött és különböző szervezeteknek a pozícióit betöltik sport területen. Tehát amiatt is, meg amiatt is, mert 25-30 éves kapcsolatok, barátságok, bajtársi viszonyok vannak. Ugye a sportág választó szóvivőjeként neked nagyon fontos az, hogy mondjuk a gyerekek inkább a vízes sportok felé irányítsad? Főleg most egyébként? Nem, kedvenc sportágom a vízilabda, imádom a vizet, most is legszívesebben beugranék. Megteheted egyébként, tehát hogyha a mikrofont leteszed, mi megvárjuk, megpróbáljuk rögzíteni, de biztos megteszed. A bőrszárkom nem biztos, hogy osztatlan sikert aratna. Szóval azt mondom, hogy több mint 100 sportágat lehet kipróbálni ingyenesen, a nagy sportágválasztón szeptember közepén lesz a következő nagy rendezvényünk. Gyerekek jönnek is 20-22 ezeres létszámmal minden hétvégén, amikor ilyet rendezünk, évente kétszer. Minden sportág érdekes, van akinek a technikai sportágak, van akinek a küzdő sportágak fekszenek, és épp azért szép, mert minden ember különböző, és minden ember megtalálja a kedvenc sportágát. Milyen eseményben működsz még mostanság? A nagy sportágválasztóhoz tartozik az olimpiai ötpróba, ami felnőtteknek szóló amatőr rendezvénysorozat a két olimpia között, és annak az egyik rendezvénye lesz, egy különálló fontos rendezvény, a Budapest Urban Games, ami egy városi embereknek szóló, megmozgatásra buzdító, sportolásra buzdító rendezvény, szeptember 2-án lesz, ennek vagyok az arca, így a két rendezvényt, az olimpiai ötpróbát összekötöttem ezzel a Budapest Urban Games-el, mi BUG-nak hívjuk, vagy a BUG. Ez azt jelenti, hogy te is meg fogod csinálni egyébként? Hát a Gellért-hegyen futást lehet, hogy nem, a street workoutban nem vagyok annyira profi, hogy mindenféle szaltokat csináljak. Igen, meg hát a testalkot is, igen. Igen. A kispályás fociba is kiröhögnének, úgyhogy marad az úszás, ami azért lesz nagy durranás, mert bár a táv csak 300 néhány méter, de a Dunán az újkori Budapest történetben nem volt még ilyen, hogy tömegrendezvényen Budapest belvárosában a Szabadsághídnál átúsztuk a Dunát. Ez most sorra fog kerülni szeptember 2-án mindenfajta biztonsági előírásnak. Pihenés, nyaralás a családdal, a gyerekekkel közösen belefér? Voltunk már nyaralni nyár elején. Még lesz egy 3 nap majd a Balatonon, de azon kívül most már a munka van. A lányaidat mennyire érdekli a vízilabda? Nagyon, most szegények éppen szenvednek az uszodában. A alapozás elkezdődött a korosztályuknak, elkezdődtek az edzőtáborok, de imádják, úgyhogy ma is szurkolunk a magyar-orosz meccsen a fiúknak. Együtt lesztek akkor kint? Igen, igen. Ez nagyon nagy élmény. Ilyenkor időben érkeztek, vagy ilyen beruhanós ez az egész? Mennyire készültök rá? Igyekszünk időben, rászámolunk mindig egy fél órát, 3 órát, hogyha bármi történik. És ha úgy ülnek a lányok körülöttem, akkor próbálok egy-két dolgot mondani nekik a meccsről, de egyébként hagyom őket, hogy élvezzék a világbajnokságnak is az atmoszféráját, hiszen tényleg ez Magyarország történetében a legkomolyabb sportrendezvény. Másrészt pedig a világ legjobbjait láthatják most itt. Kis Geri, nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen.